Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Sorozatban vendégei, ígértem önöknek, hogy a jövő politikusait, akik már uton vannak, sorba bemutatjuk. Ugyan még csak pont fél időben vagyunk, de jó, ha már tájékozódunk. És minden haladó párt, aki a hazáért dolgozik, kivéve azokat a pártokat, akik nincsenek a vendéglistán, de erre emlékeznek, erről nem beszélünk és nem szaporítjuk a szót. Vendégünk Illés Boglárka, a Fidelitas vezetője. Kezi csokolom, szép jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önt is és a nézőket is. Három tőmondatban mutatkozzon be. Hol született, mikor született, családi állapot, a gyermekeinek a száma és mit tanult, és utána jövök én. Akkor ezt tőmondatban nem tudom megtenni, csak összedetbetokba, hogy a három mondatba foglaljam bele. Máté Szalkán születtem. Szép hely. Szatmár identitással rendelkezem, és azt is mindig fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy református identitással rendelkezem, ugyanis református családban nőttem fel, és a középiskolai tanulmányaimat Sárospatakon, a református kollégiumban folytattam. Ezt követően az Eötvös Loránd Tudományegyetem állam és jogtudományi karára jártam, majd jogász végzettséget szereztem, és már párhuzamosan a sárospataki éveim alatt is elköteleződtem a jobboldali konzervatív értékrendés világ mellett. Ennek az egyik legjelentősebb eseménye az az volt, amikor a kettős állampolgárságról szóló népszavazás mellett kiálltam is, már kampányoltam is középiskoláskoromban. Még kiállt, hát tulajdonképpen a történelmi Magyarországnak a volt lakói nem tehetnek arról, hogy jött valaki és körzővel vonalzóval átszabta a határokat. Ez tehát azért ők a nemzetnek a szerves részei maradtak. Mondom, én, aki elkötelezett, magyar zsidó vagyok. Tehát ez nem származás kérdése, hanem vagy egy nemzetállam vagyunk, és kutya kötelességünk gondoskodni honfitársainkról, akkor is a holnap, vagy visszamenőleg 100 évre, idétlen emberek hogy úgy játszottak büntit, hogy átalakították a határokat. Úgyhogy jól tette, és már a székelyeknek aláírta a papírt? Így van, már aláírtam, és a jövő héten buzdítani szeretném arra összesen másokat van még is. 5 nap. Így van, május 7-ig még van arra lehetőségünk, hogy a aláírásunkkal támogassuk a székely kezdeményezését. Amit interneten keresztül is lehet, kedves nézőim. Az irdalá.hu honlapon. Így van, családi állapota. Jelenleg még hajadon vagyok, párkapcsolatban élek. Én azt szoktam mondani, hogy egy átlagos 30-as éveiben járó magyar nőnek az életét élem. Mindazzal együtt, hogy már nagyon régóta szeretnék én is családot, szeretnék gyermekeket. Isten segítségével meg lesz ez, csak előtte benne. Először ki kell mondani az igent. Nem csak a zsidóknál, a reformátusoknál is a templomba, de ez az ön belügye. Volt már helyettes államtitkár is, és akkor megnézzük, hogy hogyan kufárkodott jogtudomány gyakorlataival. Szakvizsgáját letette már. 2016. szeptember 21-én nevezett ki miniszterelnök úr helyettes államtitkárá, és mondhatom azt, hogy picit több mint 3 éven keresztül végeztem el ezt a feladatot. Azt megelőzően a Magyar Államkincstárnál dolgoztam, azt megelőzően pedig a miniszterelnökségen, tehát volt már államigazgatási tapasztalatom. Én azt szoktam mondani, hogy bár végzettségemet tekintve jogász vagyok, de amikor elvégezzük a Állam és Jogtudományi Egyetemet, akkor mi az állam és jogtudományoknak válunk a tudójává, vagy doktori címet szerzünk, ezért mondhatom, hogy a doktorává, de én még doktorandusz nem voltam. A szakvizsgán gondolkozom, vannak olyan konkrét jogterületek, amelyekben szintén gondolkozom, tehát igyekszem magam, hogyha így fogalmazhatok, folyamatosan tudással is gyarapítani és bővíteni. Az elmúlt években, vagy az elmúlt évben a Nemzeti Közszolgált Egyetemnek a média és közszolgálti kommunikáció továbbképzését végeztem el, tehát én ezen a területen próbáltam gyarapítani a tudásom. Szakvizsgája is majd médiajog lesz. Elképzelhető, hogy médiajog, de vannak olyan további jogterületek is, amelyek az érdeklődésemre. Higgyel nekem, hogy a szülei várják, hogy meglegyen a szakvizsgája is, mert akkor ők lesznek nyugodtan, hogy a kislányok útban van. Lehet, hogy miniszter, miniszterelnök, de otthon a bumaskát kérik, úgyhogy ezt ne felejtse el. Hogy kufárkodik a fiatalokkal? Hisz minden valamire való pártnak van egy ifjúsági szervezete.
ugyan meg kell őrizni a nagy tudású tapasztalattal rendelkező politikusokat, de időnként, mind a nők is, amikor már túl vannak a 70-en, akkor egy kicsit megmasszíroztatják az arcukat, egy kicsit fiatalosabbak legyenek. A pártoknak is ezt kell tenni, és minél több fiatalt, illetve minél több nőt. Harcol-e a női egyenjogúságért, és harcol-e azért, hogy egyre több fiatal legyen a párton belül a parlamentben is? A Fidelitas nem ifjúsági tagozat, talán más pártok ifjúsági tagozataival ellentétben, ezt fontosnak tartom kihangsúlyozni, de elkötelezett a Fidesz-KDNP által vallott értékek, valamint a kormánypár politikája mellett. Még se láttam Fidelitas, ott még nyugdíjasokat a Fidelitasba. A Fidelitas az egy önálló egyesület, és a Fidelitas tagjai lehetnek azok a 14. életévüket már betöltött, de a 35. életévüket még nem betöltött fiatalok, tehát ilyen szempontból rendkívül tág az időintervallum, vagy az életkor. Bár ilyenkor hozzá szoktam tenni, hogy ha a fiatal vállalkozók támogatásáról van szó, akkor 35 évesen is fiatalok lehetnek, hogyha az agráriumban dolgozók támogatásáról van szó, akkor még 40 éves korban is fiatalok lehetnek. Tehát valóban a fiatalságot ilyen szempontból nem. És mit történik, amikor elérik 35 évet, akkor azt mondja, hogy meghívja őket egy kávére, és azt mondja, hogy édeslányom vagy édesfiam, nagyon jó, hogy velünk voltál, nem értél el kellő eredményeket a parlamentben, nem jutottál be, úgyhogy mostantól már csak támogathatsz minket. Ez egy nagyon fontos kérdés, és köszönöm szépen, hogy feltette, ugyanis pártoló taggá válnak, tehát azok, akik nem jelzik, hogy ők a továbbiakban nem szeretnének a Fidelitas tevékenységében részt venni, az alapszabályunk erről rendelkezik, és automatikusan pártoló taggá válnak. A legutóbbi alapszabálymódosításunkkor, a novemberi kongresszuson pedig arról is döntöttünk, hogy alapszabályba foglaljuk a Fidelitas alumnit, mert mi közösséget szeretnénk velük együtt is építeni és szervezni, akik már a 35. életévüket betöltötték. És látják, kedves nézőim, hogyha valaki kétségbe vonná az én objektivitásomat, íme egy kizárók, hogy én már nem lehetek objektív, hisz a Fidelitasról már lekéstem, tudják? A 35 év a határ, és én már lassan a 70. felé megyek a 68-ammal, akkor 68 nekem. De nem baj, támogatni mindenkit támogatok, aki a közös hazáért, a zsidó-keresztény kultúráért, és legyen az bármi, akár muzulmán is lehet, hogyha pozitívan áll a nemzethez, és a nemzet építésével foglalkozik, és nem rombolásával. Ön szerint a fiatalok politikai világlátása jó-e, vagy kéne egy kicsit dolgozni rajta, hogy minél többen érdeklődjenek nem csak a hazai, hanem a mindennapi politika iránt? Feladatunknak érezzük, hogy a közélet iránt érdeklődő fiatalokkal párbeszédet folytassunk, és minél több fiatalt adott esetben a közélet iránt nyitottá tegyük, vagy érdeklődőbbé tegyük. Ilyen szempontból szerintem nagyon nagy jelentősége van akár az állampolgári ismeretek, akár a történelemtantárgynak a tanításának, tanulásának, tehát ez is egy nagyon fontos szegmense, és ezen kívül pedig olyan közösségi programokat szervezünk, ahol a fiataloknak lehetőségük van arra, hogy találkozzanak politikusokkal, közéleti szereplőkkel, velük közvetlen kapcsolatba kerüljenek, kérdezhessenek és párbeszédet folytathassanak. Ilyen közéleti programjaink, az éves legnagyobb közéleti programunk szokott lenni most már a Szabad Egyetem, Fidelitas Szabad Egyetem, ahová eljönnek akár korábbi Fidelitasos politikusok is, országgyűlési képviselők, Európa Parlamenti képviselők, de ezen kívül miniszterek. Tehát olyan eseményeket kívánunk szervezni a fiatalok számára, amelyek közösséget építik. Megcsináltuk az étvágyat, akkor egy pillanatra még fölírtam ide magamnak egy-két dolgot, amit meg kell beszélnünk. Mit csinálnak járvány idején? Mert az aktív politikusok, azok bizony cipelik a negyedik emeletre föl, legyen az országgyűlési képviselő, helyhatósági képviselő, a szatyrokat, azoknak, akik nem jöhetnek ki, illetve akik önkéntes vagy határozott karanténban vannak. Hogy vesz ebbe a munkába részt a Fidelitas? Én úgy gondolom, hogy minden szervezetnek fel kellett mérnie, és fel kell mérni a saját erőforrásait és az eszköztárát, hogy milyen formában tud bekapcsolódni a járvány elleni védekezésbe, és adott esetben az idősek segítésébe, hiszen a legfontosabb, hogy az idősek és az idősebb korosztály tagjait arra buzdítsuk, hogy maradjanak otthon. Elmondhatom, hogy most már 7. hete veszünk részt a járvány elleni védekezésben önkéntesekkel. Arra buzdítottuk a tagjainkat, hogy a közvetlen környezetükben, szomszédjaikban nézzenek szét, fel segítséget, és ezen túl pedig az önkormányzatoknak is segítsenek, hiszen a szociális alapellátás részben. Jó, hogy mondta nekem ezt a végszót, ezt az önkormányzatot, van még 4 percünk. Szembenéztek azzal, és megvizsgálták-e, hogy a helyhatósági választásokon, azokban a városokban, falvakban, avagy kerületekben, ahol nem jutottak be,
hogy mi volt az oka ennek, és hogy készülnek a legközelebbire. Nagyon sok. Egy nagyon kedves volt riportalanyom, aki a jövő héten riportalanyom lesz, a választások előtt azt mondta, hogy Péter, minket nem csak az érdekel, hogy győzzünk, nekünk van még idők, fiatalok vagyunk, mi a közér akarunk tenni, tehát van ilyen fidelitásos is, aki azt mondta, hogy most nem fogja felakasztani magát, ha nem sikerül. Mi tiszteletben tartjuk a választók akaratát, és ahogy a választók döntöttek, azt el is fogadjuk. Természetesen azon értékek mentén a továbbiakban is kiállunk, amelyeket korábban kiálltunk, és az önkormányzati választásokon hozott döntés nem ezt fogja, vagy ezt nem fogja befolyásolni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden magyar állampolgár problémájával foglalkozunk, azokkal az élethelyzetekkel, kihívásokkal, amelyek ők szembesülnek. Igyekezzünk rá megoldást és válaszokat adni helyi szinten és önkormányzati szinten, vagy adott esetben egy képviselői körzet szintjén ezt megtegyük. Azok az önkormányzati képviselőink, akik bejutottak, én azt látom, hogy tényleg példamutatóan ellátják ezt a feladatot. Akkor azt mondja akik nekem, nem hogy már tudjuk, hogy példamutatóan pillanat, teszik, hogy... De akik nem jutottak be, ők is, tehát igen, ők ezt sem értem, hagyták el ezt. Ez a szervezet ad-e a fiataloknak valamit? Van-e ismeretség, tehát pár, kialakul-e pártkapcsolat, vannak-e közös programjaik együtt, mert mindannyian ezt a szabad idejükbe teszik, ezt a politikai továbbfejlődést, de van-e ennek közösségi eredménye is? Akik a közélettel foglalkoznak, számukra az természetes, vagy ez egyfajta szabadidő feladás, vagy a szabadidőnek a helyes beosztása, hogy a szabadidő terhére teszik ezt, és akkor foglalkoznak közélettel, hiszen mindenkinek, vagy nagyon sok fiatalnak van olyan polgári hivatása, amelyet emellett végez, és azoknak a tetrekész és közéleti iránt elkötelezett fiataloknak igyekszünk segíteni közéleti akadémiákkal, valamint ahogy említettem, találkozók szervezésével, ahol van arra lehetőség, hogy a politikai utánpótlás biztosításához a Fidel tesz egy megfelelő terepet nyújtson. És hogy egymást is megismerjék. Kedves nézőim, az az érzem, hogy Illés Boglárkával még egy csomó kérdést nem tettem föl, nem kaptam választ, mert nem tettem föl. Van erről beszélnünk. Önök is figyeljenek oda az unokákra, vagy a gyerekeikre, hogy ahelyett, hogy mindenféle sörözőkbe menjenek el, inkább foglalják el magukat egy kis továbbképzéssel, találjanak olyan partnereket, egyivásúakat, akivel például a hazáért lehet dolgozni, és mondjuk egy pártban, igaz, azt mondta a Fidelitas vezetője, hogy ez nem egy ifjúsági mozgalom, de ez egy mozgalom, a jobb értésért, a jobb együttműködésért, úgyhogy próbálják meg, csinálják programokat utódjaiknak. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Most előzetesek, és jövünk vissza Péter Falvi Attilával, a NAIK elnökével, aki a szakvizsgát is letette már, és most megtudjuk, hogy mi is ez a GDPR, illetve folytatjuk ott, ahol a múltkor abba hagytuk. Tartsanak velünk! Köszönöm!